Kedves nézőink, mint ismeretes, 2000. január 1-ével megkezdték működésüket az okmányirodák, és most néhány héten belül, vagy néhány hét múlva, 2001. január 1-ével az okmányirodáknak újabb feladatai lesz. Ezekről az új feladatokról és az új feladat megosztásról beszélgetünk ma esti vendégeimmel, dr. Berhidai Ilonával, főosztályvezetővel, az okmányiroda vezetőjével, illetve Dobra Tibor ezredessel. Köszöntöm Önöket! Ez egy egyszerű formai változás, avagy tartalmiakat is tükröz? Jó estét kívánok! Hát ez egy jelentős jogszabályi módosítás következtében jön létre, hogy az okmányirodák feladata tovább bővül, és pedig a közlekedés-igazgatási feladatokkal. A közlekedés-igazgatási feladatok két nagy csoportra oszthatók e tekintetbe. Egyrészt a személyi okmányok köréhez kapcsolódó járművezetésre jogosító okmányok kiadásába fogunk eljárni a jövőben, másrészt pedig a járművek forgalomba helyezésére, üzembetartására vonatkozó úgynevezett járműigazgatási eljárást fogjuk intézni. Ezen feladatokra én azt hiszem, hogy már megfelelően kellő időben fel tudtunk készülni, mert hiszen a jogszabály módosítás ez már ismeretes volt előttünk, ez 99-ben megszületett ennek a törvényi alapja. És akkor mi maradt a rendőrségnek? Jó napot kívánok! A rendőrség három feladatkörbe fog továbbra is dolgozni. Megkülönböztetés figyelmeztető jelzéseknek az engedélyezése, elbírálása, a helyszíni ellenőrzések során a vezetői engedélyek vonatkozásában, valamint a hatósági jelzésekkel kapcsolatos okmányokkal. Ugye az iroda bővített munkaköre az január 1-ével kezdődik meg. Meddig lehet önöknél intézni, és hogyan lesz az átmenet? Az átmenetnél mi megkezdtük a felkészülésünket, ami kérésünk lenne az állampolgárok irányába. Akinek gépjárművel kapcsolatos ügye van, próbálja meg kellő időben elkezdeni annak a lerendezését. Kétfelé osztjuk Baranya megye területét jelenleg. A személyi feltételek miatt a pécsi rendőrkapitányságon december 27-ig biztosítjuk a teljes körügyintézést. December 27-e után Pécset csak az azonnalos ügyintézést fogjuk végrehajtani. Vidéki kapitányságaink területén december 20-ig tudjuk biztosítani a teljes körügyintézést. December 20-a után hasonlóképpen csak az azonos ügyintézés fog lezajlani. Szeretném elmondani még azt, hogy december 29-én a megye területén csak a közlekedési felügyelet fog műszaki vizsgáztatást végrehajtani. Ebből következik az, hogy csak a megyeszékhelyen lévő közlekedési felügyeletnél tudjuk kiadni a hatósági engedélyt és rendszámtáblát. De szeretném közölni az állampolgárokkal. Senki úgy el nem megy, hogy az ügyét rendezzük le. Talán egy dolgot kellene tudomásul vennünk. Az ügyintézés a gépjármű átírások esetében is 30 nap. Az, hogy azonnal rendezzük, tehát ezekkel az időpontokig tudjuk ezt biztosítani. De hangsúlyozom, mindenki úgy megy el, hogy az ügye valamilyen formában le lesz rendezve. Főosztályvezető azt mondja, már említette, hogy nem új keletű, hogy készülnek erre a feladatra, de a tárgyi és a személyi feladatok adottak? És a tárgyi technikai feltételek már teljesen adottak, mert hiszen már az okmány iroda kialakításánál számoltunk ezzel a feladattal, tehát már a bővítését is figyelembe vettük. Ez meg is történt. Megtörténtek a gépeknek a leszállítása. Holnap van egy országos technikai próba, jövő héten is két alkalommal országos próbán veszünk részt. A személyi feltételek is adottak most rá már. Egyrészt történik folyamatosan egy szakmai felkészülés, másrészt megvan a megfelelő létszám. Most a megfelelő létszámot ezt egyrészt a belügyminisztérium biztosította erre a feladatra, és itt azért el kell mondani azt is, hogy a belügyminisztérium eredetileg erre a feladatra 15 főt biztosított Pécs városának. Figyelembe vette azonban később a főhatóság azt a reagálásunkat, hogy a pécsi okmányiroda az eddig
végig eltelt közel egy év alatt naprakészen egy folyamatos ügyintézéssel működtünk, tehát hogy ezeket a minőségi, mennyiségi eredményeinket nem szeretnénk lerontani, és további létszámbővítést adott, létszámemelést biztosított, illetőleg hát a helyi önkormányzat, a pécsi önkormányzat is biztosította az okmányiroda működéséhez a további létszámot. Az új felvételeknél elsősorban azért olyan emberek kiválasztására törekedtünk, akiknek valamilyen ismertsége, jártassága van, illetőleg döntő többségében hát a rendőrségtől vesszük át január 1-től az embereket, akiket már az okmányirodánál tervezünk erre a feladatra, és felvettünk állományba, hozzánk kerültek, már november elejétől a rendőrkapitányságon szereznek gyakorlati tapasztalatot. Az állampolgároknak ezek szerint ez egyszerű helyváltoztatás csupán, hogy eddig itt intézték, ezután ott, vagy pedig azért valami formai különbséget is jelent? Én azt hiszem, hogy hát formai különbséget is jelent, és lényegesen könnyebbé teszi sok tekintetbe az eljárást, mert elég arra gondolni, hogy a személyi is ugyanitt intézzük, ugyanitt van az anyakönyvi intézés, a népességnyilvántartás, ezek mind hozzákapcsolódtak az okmányirodához, hogy szintén ugyanúgy tartjuk az ügyfélfogadást hétfőtől péntekig folyamatosan. Azt, hogy az polgár el tudja dönteni, hogy ő neki milyen személyi okmányra van szüksége most per pillanat elsősorban, mert hiszen január 1-től bővül a vezetői jogosítvánnyal azon okmányok köre, amely személyazonosításra is elfogadhatóak. Tehát így az útlevél, személyazonosító igazolvány mellett ez a harmadik okmány. Tekintettel arra tényleg, hogy most két és fél hét van vissza már ebből az évből, van még esetleg valami fontos információ, ami jó lenne, ha eljutna az érintettekhez? De nem, akkor köszönöm szépen, és tényleg reméljük, hogy fennakadás nem lesz, az időpontok most adottak. Ezredes úr mondta, hogy ügyintézés nélkül senki nem fog távozni, január 1-től pedig. Hát önöknek jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.